Sziasztok! Ebben a videóban a Kádár korszakkal fogunk foglalkozni, azon belül is a megtorlással, majd az azt követő politikai és gazdasági restaurációval, illetve konszolidációval. Úgyhogy akkor kezdjük is el. Az első lépés az, hogy hogyan is vette át Kádár János a hatalmat. 1956. november 4-én, miután visszatért Moszkvából, Kádár János szólnokon bejelentette a forgalmi munkás létrejöttét, majd három nappal később, 1956. november 7-én páncélozott autókban megérkezett Budapestre, ahol Dobi István, az elnöki tanács elnöke, azaz lényegében a köztársasági elnök, kinevezte Kádár Jánost a minisztertanács elnökévé, azaz a miniszterelnöké. Kádár a hatalmát a Magyarországon tartózkodó szovjet vörös hadseregnek köszönhette. És akkor itt föl is tehetnénk azt a kérdést, de mi van Nagy Imrével, hiszen Nagy Imre volt a miniszterelnök az 56-os forradalmi szabadságharc alatt. Hova tűnt ő? Nagy Imre november 4-én a híres rádióbeszéde után a jugoszláv nagykövetségre menekült szűk kísértével, és november 7-én is még ott tartózkodott, és hát lényegében ő, tekint, ő saját magát tekintette a legitim miniszterelnöknek. Ezek után tekintsük át, mik voltak Kádár feladatai, miután kinevezték őt miniszterelnöknek. Hát az első és legfontosabb feladata az volt, hogy valahogyan törvényessé kellett tennie a november elejé szovjet katonai beavatkozást, és hát ezek után még meg is kellett küzdenie a fegyveres harc leverését követően a helyi munkástanácsokkal. hogyha visszaemlékeztek, a munkástanácsok azok a szervezetek, amelyek a munkahelyeken jöttek létre, Tényleges munkások alkották, és lényegében ők kárgyaltak a hatalommal. Na most, Kádárnak már a kezdettől fogva kétfrontos harcot kellett vívni a hatalma megtartásáért. Melyek voltak ezek a frontok? Hát az egyik frontot Nagyimre és a hívei alkották, őket majd Kádárik revizionistáknak fogják hívni. Most ellenük a lehető legbrutálisabban léptek fel. És hát a másik frontot, azt maga Rákosi Mátyás, és hát Rákosinak a követői hívei alkották, őket Káderik szektásoknak, vagy szektás kommunistáknak fogják nevezni. Na most velük szemben is fellépnek, de nem annyira brutálisan, tehát leginkább különböző politikai eszközökkel elszigetelik majd őket. Mindezek után, 1956. decemberében, ugye, elhangzik az a nyíres mondat Marosán György szájából, hogy akkor mától kezdve lövünk, és ez ugye azt is jelentette, hogy a kormány itt végleges döntést hozott az októberi eseményekről, ezeket ellenforradalomnak minősítette, és ebből a minősítésből ugye az is következik, hogy akkor ezek az események a törvényesen fennálló hatalommal szembeni ellenállásnak és ellenforradalomnak minősültek. Ebből következett az, hogy akik részt vettek ebben, és hát akiket el is kaptak, azokat megkívánták büntetni, tehát egy nagyon komoly számonkérés fog most következni. Ezek után térjünk rá a forradalom veszteségeire. A halálos áldozatok számát a szakirodalom 2652 főben regisztrálja, ezek a magyar áldozatok, de ezek azok a magyar áldozatok, akiket tudtak azonosítani. A szovjet részről 1500 fő halt meg a harcokban. A sebesültek magyar részről 20.000 főben állapították meg körülbelül. A szovjeteknél szintén 1500 fő körül volt a sebesültek száma. Aztán a sortüzeknek az áldozatai azt a szakrődöm nagyjából 250 és 400 fő közé teszi. És hát ugye beszéltünk a az forradalmi események kapcsán arról is, hogy sajátos módon voltak lincselések is. 28 embert lincseltek meg, ebből 23 az AVH-s volt. És hát még a veszteséges sorolják, ugye a nem sérültek és nem halottak, ellenben ugye az ország létszámát jelentősen csökkentették azok az emigránsok, akik politikai okokból elhagyták az országot, mondhatnánk azt is, hogy a talpukkal szavaztak. Nagyjából ez 200 ezer főt jelent, és ugye ennek a 200 ezer emigránsnak a távozása az a később elég komoly demográfiai következményeket fog maga után vonni, főleg azért is, mert Ugye nem csak, hogy sokan voltak, hanem javarészt a szakképzettebbek, és az értelmiség egy része volt az, aki emigrált a szabadságharc levelése után. akkor most tekintsük át a megtorlásokat is. Ugye december 11-én a kormány elrendelte a statáriumot, és hát akkor ezek után nézzük azokat az embereket, akiket kivégeztek, az 229 főben állapították meg, őket ismerjük név szerint, de a szakirodalom valahol 320 és 360 fő közé teszi a kivégzettek számát. Itt fontos azt megemlíteni, hogy ebben benne vannak a köztörvényes bűncselekmény miatt halára ítéltek is, és hát fontos, hogy mi számít itt köztörvényes bűncselekménynek, hogy gondolhatnánk a sima gyilkosságra vagy a bolti lopásra is, de ide sorolták azokat a forradalmárokat is, akik mondjuk egy barikádon állva azért lőttek, hogy védje a szabadságát meg a hazáját is. Börtönben nagyjából 23 ezer embert zártak, kb. 13 ezer főt internáltak, és hát fontos azt is megjegyezni, hogy itt decemberben létrejön az új karhatalmi szervezet, akiket ugye a zöldözés pufajkásoknak is neveznek, majd létrehozzák a párt saját hadserét részben a pufojkásokból, részben toborzott emberekből, ugye ez lesz majd a munkásőrség. Úgyhogy lényegében azt láthatjuk, hogy rövid idő alatt nagyon brutális megtorlást rendeztek kádárik, de fontos azt is megemlíteni, hogy ez a megtorlás a brutalitás mellett nem volt elhúzódó. Tehát nem tartott nagyon sokáig. Viszont ennek volt egy olyan káros következménye, vagy hát mai szemmel káros következménye, hogy a forradalmi események önmunkatabu tabu témává váltak. Úgyhogy ehhez egyébként a tabu kapcsán javasolnám, hogyha van időtök és kedvetek, nézzetek meg a Csinibobó című filmet, az egészet érdemes megnézni, de ami itt látszik ezen a képen, az az első 6 percből van kivágva, ami hát arról, szó, hogy a képen is látható Gávölgyi János az egy tömbfelelős, olyan, mint a házmester, csak nem egy házért, hanem egy lakó tömbért felel, és hát rádióba olvassa a híreket, többek között a kihúzott számokat És amikor az utolsó lótószámhoz ér, akkor hát e, kiakad, és letakarja a mikrofont, hogy ő ezt nem olvassa be, mert hogy a lottószám az 56 volt, úgyhogy inkább e, úgy döntött, hogy azt olvassa be, hogy majd az utolsó számot azt a népszabadságból elolvashatják. Tehát nyilván ez egy kis karikatúrájának az egésznek, de tényleg az érvényes volt, hogy 56-ról nem igazán lehetett beszélni nyilvánosan semmiképp sem és hát a családban is módjával hogy miért, a családomból is miért beszéltek erről módjával, majd a későbbében ki fogunk térni ami még a megtorlásokhoz tartozik és még kimaradt, az egy picit később arra egy picit később fog sor kerülni méghozzá 1958 februárjában amikor is megrendezik Nagy Imrének és a társainak a perét zárt tárgyaláson. Nagy Imréről annyit beszéltünk, hogy ő októ vagy, bocsánat, november 4-én elhagyja a parlamentet és a jugoszláv követségre menekül, és ott marad, de majd később sikerül őket kicsalni, és elfogják, és hát aztán egy hosszas előkészítést talán rendezik meg ezt a pert. Ráadásul a pert többször is elhalasztják, új bírót neveznek ki, mert hogy ez a per nagyon is összhangban van a nemzetközi eseményekkel. Tehát amikor a Szovjetuniónak és Magyarországnak annyira nem lenne célszerű, hogy sem az ételben, akkor jegelik ezt a pert, amikor meg jobbak a viszonyok, akkor folytatják. Úgyhogy lényegében a per az 58. júniusára befejeződik, és hát 58 júniusában meghozzák ugye az ítéletet, ami nem lehetett más, mint az, hogy ők bűnösök, és június 16-án Nagy Imrét, Maléter Pált, Gimes Miklós, Szilágyi Józsefet kivégezték. És hát ez a kivégzés, főleg ugye Nagy Imrével kapcsolatban, ez végig ott fog levegni, hát a Kádár rendszer és Kádár János feje felett is. Tehát amikor például majd 88-ban az utolsó parlamenti beszédében Kádár már a betegségé miatt össze-vissza beszél, és nagyon ködösen fogalmaz, többször is utal majd Nagy Imrére, és arra, hogy hát, mint embert nagyon sajnálja, de politikailag ezt, ezt meg kellett tennie. De azért azt ne felejtsük el, hogy ez eléggé hamis logika, mert az erkölcsöt én azt gondolom, hogy nem lehet felülírni mindenféle politikai döntéssel. Úgyhogy hát ennyi lenne a megtorlásoknak a története röviden hogyha valakit esetleg érdekelne nagyimre Imre Perének a története, meg hát az előzményei és Nagy Imre gondolatai, akkor ajánlom a Temetetlen Halott című filmet. Elég hosszú film, de azt gondolom, hogy egyszer érdemes mindenképpen megnézni, mert jó film. És akkor ezek után térjünk is rá a politikai restaurációra és a politikai konszolidációra. Itt Kádáréknak az alapvető célja az, hogy vissza kell állítani azt a szovjet típusú pártállamot, amit az 56-os forradalom elsöpört, de úgy kellene visszaelteni, hogy a rákosista elemeket elkerüljék. Mit is jelent ez a gyakorlatban? Hát lényegében a Kádár rendszer is maga egy diktatúra lesz majd, tehát ugyanúgy, mint ahogy a Rákosi rendszerben is, a szabadságokat korlátozták, nincsen több pártrendszer, és lényegében a terror is lesz majd, csak változni fog majd az eszköztár. De attól még ezek mind-mind ugyanúgy nagyon ott lesznek. És hát lényegében ugye a rendszer az erőszak tartja fent, csak nem olyan erőszak, mint korábban. Ugyanis ez a fajta erőszak nem más, mint a Vörös Hadsereg jelenléte Magyarországon. És akkor itt már fontos azt is megemlíteni, hogy a Kádárnak a legfontosabb feladata az volt, amikor átvette a hatalmat, hogy valahogyan legitimálnia kellett a Vörös Hadsereg beavatkozását és jelenlétét. Hiszen ne felejtsük el, hogy 56-ban azért akarták a magyarok azt, hogy a az oroszok menjenek ki, vagy hát röviden ugye a fordom egyik szlogen a ruszkik haza. Tehát azért szerették volna ezt, mert hogyha visszaemlékeztek, 1955. május 15-én aláírták az osztrák államszerződést, ami ugye deklarálta Ausztria örökös semlegességét, és ezáltal az, az ország, mármint Ausztria visszanyerte a szuverenitását. Viszont, hogy az 1947. február 10-én aláírt párizsi békeszerződés azt tartalmazta, hogy Magyarországnak a szovjet vörös hadsereg számára felvonulási területet kell biztosítani ahhoz, hogy elérje az osztrák megszállási zónáját. Tehát azáltal, hogy Ausztria függetlenné vált és semlegessé, ugye ki kellett vonulni az összes megszálló csapat, nak így a szovjetnek is. Viszont, hogyha Ausztriában már nincsenek szovjet megszálló csapatok, akkor ez azt jelenti, hogy Magyarországnak nem kell a Vörös Hadsereg szemére a felvonási területet biztosítani, ebből következően akkor Magyarországon sem kellene szovjet csapatoknak állomásozni. Ehhez képest ugye 55-től jelenlegi, ugye jelenleg most 56 végén 57 elején járunk, itt, voltak a szovjet csapatok, tehát valami fajta törvényes keretet kellett ennek adni. Ez a törvényes keret pedig az 1957. május 27-én aláírt szovjet-magyar egyezmény, amely szabályozta a szovjetek katonai jelenlétét Magyarországon. És hát ugye innentől kezdve így is nevezik őket, hogy a hazánkban ideiglenesen álmásozó szovjet csapatok kis érdekesség, hogy amikor majd elindul ugye a nagy panelépítési program, és át is adják a házakat, akkor ezek a hazánkban ideiglenesen álmásozó szovjet katonák kapnak majd örök lakást Magyarországon. Kádár másik pontos feladata, amikor megragadta a hatalmat, az volt, hogy ezt a kétfrontos harcot valahogyan befejezze, lehetőleg úgy, hogy ő maradjon nyerekben. Ha visszaemlékeztek, az előbb beszéltünk Nagy Imréről és társairól, őket ugye kivégezték, tehát az egyik front megszűnt, de a másik front az ugye Rákosi Mátyás, volt az ő követői voltak. Kádárnak sikerült megakadályozni a Rákosinak a visszatérését, Viszont érdekesség, hogy Rákos itt majd csak 1962-ben fogják kizárni a pártból az MSZMP-ből. És hát ehhez kapcsolódik egy aranyos kis anekdota, mert egy Rákos ugye folyamatosan bombázza kezdetben Rúscsolt, aztán később Breznyövet levelekkel, hogy ő térni Magyarországra, mert látja, hogy Magyarországon probléma van a szocializmus építésével, és hát ő lenne a megfelelő személy arra, hogy visszatérhessen. Viszont Kádár ezt megakadályozta, és általában elhangzott egy ilyen beszélgetés is. Kádár és Russov között, hogy Kádár azt mondta neki, hogy egy dolgot kérek Russov a szovjet csapatok maradjanak Magyarországon, Rákosi Mátyás pedig maguknál. Hát azt nem tudom, hogy ezt a, ez az anajdota elhangzott -e így ebben a formában, de ami biztos, hogy Kádár megakadályozta Rákosinak a hazatérését, úgyhogy lényegében a kétfrontos küzdelmet Kádár 1962-re meg fogja nyerni, és stabilizálja a hatalmát. Aztán fontos az is, hogy a 60-as évek elején már elkezdenek részleges amnestiát adni az 50 os események kapcsán, és 1963-ban, konkrétan március 21-én általános amnestiát hirdettek, viszont azért nem engedtek ki mindenkit a börtönből, de ez azért volt fontos, mert egészen 63-ig, tehát az általános amnestia kihirdetéséig, a 1956-os magyarországi esemény folyamatosan napirenden mondtak az ENSZ közgyűlés előtt, és folyamatosan elmarasztaló határozatot kapott a Szovjetunió ezen események miatt. Viszont innentől kezdve, hogy kiirdették ezt az általános amnestiát, a magyar kérdés lekerült az ENSZ-nek a napirendjéről. Aztán a következő fontos dolog, hogy... Nagyimre a forradalom alatt eltörölte az AVH-t, de most ezt Kádárék nem is állították helyre, de ez is jellemző a Kádár rendszerre, hogy nem csinálják vissza azt, amit rákosít, hanem picit átalakítják, és hát lényegében létrehoznak egy új szervezetet, ami az AVH funkciót gyakorolni fogja, ez pedig nem más, mint a Belügyminisztérium 3x3-as csoport főnöksége. És hát ugye ebbe a szervezetbe átvették azokat, akik korábban az AVH-nál is. Ezt a munkát végezték, mert hát ne felejtsük, hogy szakember azért mindig szükség van, csak hát nem ö, ilyen 10-20%-ban vették át ezeket a korábbi szakembereket, hanem mondjuk a 80-90%-ban. Fontos azt is megemlíteni, hogy ennek ellenére azért megváltoznak az eszközök, mert hogy ugye nem lesz most már csengőfrász, nem lesz most már meseautó, és nem lesz állandó félelemben tartva a lakosság, mert kádárék rájöttek arra, hogy elég az, hogyha kiépítenek egy olyan ügynökházat, ami behálózza az egész társadalmat, és így nem kell a társadalmat folytonos rettegésben és félelemben tartani, elég annyi, ha mindenkiről mindent tudnak. És, hogyha ezen információ birtokában kiderül az, hogy valaki esetleg szeretne a fennálló rendszer keretein tágítani, méghozzá úgy, hogy az a rendszert veszélyeztetni, akkor jöttek a híres elbeszélgetések, ahol hát hol fenyegetésekkel próbálták jobb belátásra bírni az illetőt, hogy mondjuk elveszíti a munkáját, parkolópályára kerül, ha művész, akkor nem igazán lehet kiadni a műveit, vagy ugye a lemezeit, hogyha zenész volt, szóval nem jelenhet meg, de egy idő után nem fenyegetéssel próbálták meg rávenni az illetőt, vagy illetőket, hogy kezdjenek el belesimulni a rendszerbe, hanem elhúzták a mézes madzagot, és ígértek mindenféle dolgokat. Például azt is, hogy mondjuk utazgathatnak, adott esetben nyugatra mehetnek ösztöndíjjal tanulni a 60-as évek végétől. De emellett azért azt is fontos megemlítsem, hogy az állami szervezetek ugye megvannak, de a párt szervezetek ott működnek az állami szervekkel párhuzamosan, és hát lényegében az a fontos, hogy ami a pártban és a párt szervezetében történik, úgyhogy a pártirányítás megmarad kb. az élet minden területén, itt ugye a legfontosabb állami szempontból a külügy, a belügy, a honvédelem, az igazságügy, a művelődésügy, a sajtó, a szakszervezetek, a munkásőrség, mint a párt erőszakszervezete, és hát ugye ott vannak a különböző társadalmi szervezetek is, ebből egyet emelnék ki, amit ugye 1957-ben féli meddig újra létrehoztak, ez ugye nem más, mint a kommunista ifjúsági szövetség, vagy röviden a KISZ. Tehát ebből is azt láthatjuk, hogy a társadalom bekerítettsége továbbra is megmaradt, és bár volt parlament, de lényegében teljesen súlytalan volt a parlamentnek a szerepe. Ugye itt föltehetnétek azt a kérdést, hogy hát mi van a parlamentem, hogy szoktak választásokat tartani, és hát a Rákosi korszakban is voltak választások, csak hogy, hogy pont az 56-os forradalom idején lettek volna, vagy hát abban az évben kellett volna választásokat tartani, de ez elmaradt az akkori események miatt, úgyhogy a parlament mandátumát azt meghosszabbították 1958-ig, mert akkor érezték már úgy azt, hogy most már kellően hogy jó a légkör Magyarországon az, hogy választásokat tartsanak. És hát ekkor természetesen a hazafias népfront listája 90%-kal nyert is. Itt a választások kapcsán <laughs> elmesélném Kádár János egyik aranyos mondását a 60-as évekből, és általában az egyik választás után ezt mondta itt a pálton az elvtársak, hogy hát elvtársak a választásokon jó dolgoztunk, de hát akadt egy kis probléma. Összesítettük az eredményeket, és kiderült, hogy 102%-ot kaptunk, úgyhogy csalnunk kellett. Na de hát lefelé kellett csalnunk, mert ekkora blama lett volna ez a 102%, úgyhogy kihoztuk végül 99%-ra a győzelmünket. Tehát ennek a kis anekdotának ugye az lenne a célja, hogy azt bizonyítsa, hogy nézhetünk mi bármilyen statisztikákat a választási érmények a igazából teljesen mindegy, teljesen súlytalan az egész, a párt irányít mindent, a demokratikus intézmények csak a látszatot tartják fent, semmi többet. Úgyhogy röviden ez lett volna a politikai restauráció és egyben konszolidáció. És akkor most térjünk rá a gazdasági restaurációra és konszolidációra. Az 56-os forradalom elsöpörte a tervutasításos rendszert is, úgyhogy Kádárik első intézkedése az volt, hogy visszaállítják a tervgazdaságot, hiszen a kommunista ideológiából fakadóan Kádárik nem tudtak másban gondolkodni, csak tervgazdaságban, a totálisan szabad piac az teljesen elképzelhetetlen volt számukra. Közben még azért annyit megjegyeznék, hogy föltetnétek azt a kérdést, hogy hát mikor lett vége az első 5 éves tervnek. Erre nem fogtok találni semmilyen adatot, mert pont, hogy az 56-os forradalom törölt el, úgyhogy amikor Kádárik a tervgazdaságot, akkor rákosékhoz hasonlóan először egy 3 éves tervet, aztán majd 5 éves terveket intottak be. Viszont volt Kádáréknak egy hatalmas nagy felismerése, és ez volt a nagy újítás is a Rákosi korszakhoz képest. Ez a nagy újítás, vagy felismerés az volt, hogy mindenképpen úgy kell a gazdaságpolitikát megszervezni, hogy az életszínvonalat és az életminőséget az folyamatosan javítani tudják, természetesen azért szocialista keretek között értve ezt. Még pedig ez azért lesz fontos, mert azért az 56-os egy csomó oka volt, de az egyik az például az volt, hogy az erőltetett iparosítás miatt az életszínvonal az 20%-kal visszaesett. Ha visszaemlékeztek, beszéltünk korábban is, hogy 1952-ben, amikor ugye Rákosi Mátyás a hatalmának a csúcsán volt, és megkapta a kvázi szülinapi miniszterelnöki tisztséget is, akkor vissza kellett vezetni a jegyrendszert, mert ennyire alacsony volt az életszínvonal. Úgyhogy ez az életszínvonal emlés lesz majd a Kádár rendszernek az alappillére, és hát lényegében amíg ezt tudják tartani, addig nem is lesz nagy baj. Nézzük ennek az alappillérnek a fenntartási folyamatát. Az első lépés az az, hogy az adott keretek között, mármint az adott gazdasági keretek között folyamatosan emelni és javítani kell az életminőséget és az életszínvonalat. Hogyha az adott keretek között ez már nem működik, akkor mindenféle gazdasági reformot kell majd bevezetni, de fontos, hogy ezt is szocialista keretek között kell megvalósítani, tehát nyilván nem lesznek hatalmas változások a gazdaság működésében, és hogyha ez sem megy, akkor jön a külföldi hitelfelvétel, azaz a forrás bevonás. És hát ezzel így lényegében a 80-as évek végére ki is fog derülni, hogy a rendszer maga működésképtelen. Térjünk át a mezőgazdaságra. Ja, az alap szavunk itt is, csak úgy, mint a rákosi korszakban, a kollektivizálás lesz. Ha visszaemlékeztek a rákosi korszakban az erőszakos kollektivizálásra, akkor emlékezhettek, hogy sikertelen volt, mert hogy a parasságnak a csupán a 30%-át sikerült beterelni a TSZ-ekbe, annak ellenére, hogy elég komoly terror folyt vidéken azért, hogy a parasztok azok lemondjanak a földjékről és mindent átadjanak a ts nek beszolgáltassák a terményeket, meg az állatokat. Ugye titokban, hogyha vágtak, az fekezevágásnak minősült, amiért elég komoly büntetést is kaphattak. Például erről szól, a, vagy hát ez a kiinduló pontja a Tanú című filmnek is. Na most ezen kádárék szintén változtattak, mert az számukra ideológilag elképzelhetetlen volt, hogy magán működjenek. Ugye megint csak a kommunista ideológiából fakadóan. Meg ráadásul hogy az is probléma volt, hogy gondolj csak végig, hogy akinek gazdasági autonómiája van, az előbb-utóbb majd politikai autonómiát is ki fog magának, és ez lényegében megképez majd a rendszernek az ellenzékét, ami hát elfogadhatatlan egy diktatórikus rendszerben. Egy ilyen rendszernek az az ember, az az állampolgár jó, aki ki van szolgáltatva, akinek nincsen saját gazdasági egzisztenciája, mert az mindig az államtól fog majd függeni. Viszont nagyon-nagyon fontos, hogy ellentétben Rákosékkal, Kádáréknál nem lesz beszolgáltatás. Ha visszaemlékeztek, Nagy Imre ezt 56. októberében eltörölte, és ez nem is lesz visszaállítva. És hát lényegében három tél alatt, 1958 és 61 között sikeresen 90% fölötti átlaggal sikerült kollektivizálni a magángazdaságokat. Ugye itt azért az eszközpark az megint csak sokszínű volt, mert hogy volt szó erőszakról is, tehát kényszerítettek, soroltak is embereket, de részint hát a parasságnak a helyzetébe is bele kell gondolni. Gondoljuk végig a magyar parasság hányatatott sorsát. Ugye 1945-ben a vesztes második világháború után kap egy kis földet, nem túl sokat, néhány holdat, azon elkezd dolgozni, gürizni, ugye egy elég leromlott gazdasági helyzetben, és sikeresen biztosítja az ország élelmiszerellátását. Aztán kezd kicsit jobban menni neki, majd 1949-ben elkezdődött a kollektívzálás, jöttek az ávósok, jöttek a kuláklisták, beterelték őket a TSZ-be. Aztán 1953-ban jött nagyimre, Imre, mert Rákosit leváltották, nagyimre, Imre e, ugye eltörölte a kötelező TSZ, tehát akkor a paraszt megint kilépett, megint elkezdett dolgozni, gürizni, aztán 55-ben Nagy Imrét leváltották, megint jött a visszarendeződés, megint be kellett lépni a TSZ-be. 56-ban jött a forradalom, akkor megint kilépett, és hát ott ugye belegondolunk még a vérét is, vagy a családjának a vérét is adta ez az egészért, aztán a forradalmat leverték, és akkor 58-ban megint elkezdtek jönni itt az agitátorok, hogy be kell lépni. És akkor itt már azt mondja ez a szerencsétlen magyar vasz, hogy most megint álljak ellen ennek az egésznek. Hát nem áll ellen, egyszerűen belép a tsz -be. De nagyon fontos emellett az is, hogy nem csak elvesznek, meg kényszerítenek, hanem elkezdnek juttatni is a parasztoknak. Az egyik ilyen fontos juttatás az úgynevezett háztáji, vagy háztáji gazdaság volt. Mit jelent ez? Hát lényegében az, hogy a parasztok megtarthattak kb. egy hold háztáji földet, ami ugyan nem sok, de arra bőven elég, hogy az állatai gyümölcsét, zöldségét megtermelje, hiszen gabonát azt úgyis majd a TS-ben termel, azért ott megkapja a fizetést, de amit megtermel magának, azt megtarthatja, sőt, akár el is adhatja, hiszen a TS felvásárolja a háztáit, és ugye ezáltal érdekelti tették a parasztgazdákat a termelésben, és ezzel párhuzamosan ki is alakul a második gazdaság itt a mezőgazdaságban. Aztán a másik ilyen fontos jutatása a Kádár rendszernek a parasztok felé az, hogy kiterjesztik rájuk a társadalmi biztosítást és a nyugdíjrendszert is. Ugye ne felejtsük el, hogy a parasztok mindig azért ragaszkodtak a földjükhöz, mert az biztosította az ő megélhetését, hogyha ő majd idős lesz, öreg lesz, beteg lesz, akkor a gyerekei majd tovább viszik a földet, a gazdaságot, és lényegében így van biztosítva az ő öregkora. Hogyha nincsen földje, akkor az ő öregkora nem volt biztosítva, hiszen eddig a parasztok nem voltak benne a nyugdíjrendszerben. És hát lényegében elég komoly sikereket ér el ez a kádári mezőgazdaság politika, ugyanis nem lesz élelmiszerhiány, ráadásul exportálunk először a KGST országaiba, de aztán majd a 60-as évek végén, 70-es évek elé már nyugatra is exportálunk mezőgazdasági terményeket. Úgyhogy röviden ennyi lenne a mezőgazdaság. És akkor végezetül térjünk rá az iparra. Az ipar szintén a tervgazdálkodás keretein belül valósul meg, ebben nem is fog történni komolyabb beavatkozás, ami beavatkozás történik azok apró módosítások, ezt nevezzük korrekciós gazdaságpolitikának. Továbbra is az iparomból a nehéz ipar lesz az elsődleges, de nagyon fontos, hogy még a rákosi korszakban ugye a jelszó az volt, hogy Magyarország a vas és acél országa lesz, addig itt azért ennyire nem hajtották túl a nehéz ipari termelést, mert hogy mellette a könnyi ipart, meg más, más iparágokat is elég komolyan fejlesztettek. És akkor itt ö, részint már kicsit átkanyarodunk az iparon belül az életszínvonal politikába, mert hogy a másik fontos ö, ágazata az iparon belül, vagy mondhatnánk azt is, hogy húzó ágazat volt, az a lakásépítés, és hát a lakásépítési program. A, Ugye az alapvető célja ennek a programnak az volt, hogy hosszú távon egymillió millió új lakást építsenek fel, amire hát szükség is volt, mert elég komoly gondot okozott még az 50-es évek végén is a lakhatás. Ugye korábban, mert még a Horti korszakban is a háború alatt is utána, aztán pláne nagyon jellemző volt az ágybérlet, vagy a társbérlet, vagy az albérlet, egész egyszerűen azért, mert nagyon kevés volt a lakás, de még a munkásszálló is. Úgyhogy ezt a programot, hogy végre tudják hajtani, vásárolt Magyarország házgyárakat a Szovjetunióból, és hát egyet mutatóban Svédországból is, és aztán ezekkel a házgyárakkal különböző panel elemeket építettek, amelyeket aztán összeilleszve viszonylag gyorsan hát felépítették ezeket a panelházakat, illetve a panel lakótelepeket is. Itt láthattok egy képet például a mostanság a négy emeletes panelházak így néztek ki az építés során. És hát ezért fura belegondolni akár ma is, hogyha egy nagyobb lakótelep mellett sétálgattok, hogyha este ott mentek, akkor fölnéztek, akkor azt látjátok, hogy az emberek ülnek ezekben a dobozokban, néznek egy másik dobozt, viszont azért ez hihetetlenül komoly előrelépés volt, főleg annak, aki korábban mondjuk ágybérletet birtokolt, vagy egy társbérlet után hozzájutott egy saját lakáshoz, ami ráadásul be volt vezetve a meleg víz, meg a villany is, mert ezt ne felejtsük, hogy például a Hortikorszakban, akinek mondjuk volt lakása, de nem volt nagyon gazdag, az ugye olyan gangos házban lakott, ahol a folyosón volt, mint tudom, 4 lakásra egy vizes blokk, tehát WC és fürdő is. Tehát ehhez képest ez hatalmas előrelépés volt. És hát akkor ennyit szerettem volna mondani a Kádár korszak első időszakáról. Remélem, hogy tetszett ez a videó, ha igen, akkor nyomjatok egy lájkot, és a következő videóban folytatom. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!